közigazgatási perről van szó, ami arról szól, hogy ilyenkor megvizsgálja azt, hogy maga a támadott határozat, tehát itt az URF-nek a másodfokú határozata, az tura az érdemi, úgymond anyagi jogi kérdéseken, megfelelő eljárási rendben, törvényben szabályozott eljárási rendben születette. Miután itt az történt, hogy mind az elsőfoknál járt BRFK, mint az Országos Rendőrfőkapitányság szemben a közigazgatási eljárási törvény előírásaival nem végzésben határozott, ebben a kérdésben nem határozatot hozott, ez egy törvénysértés volt, és ezt úgy bírálta el a Fővárosi Bíróság, hogy ez olyan súlyú, hogy ezért egész függetlenül a dolog érdemi vizsgálatát, a határon kívül kell helyezni a határozatot és új eljárás folytatására utasítani a hatóságot, tehát a rendőrhatóságot. Hát én azért vagyok szomorú, mert ugye ebbe az ügybe beadtuk a keresetet még tavaly májusban, márciusi a probléma, tehát a Kaczyński látogatás ellen kívánt az Amnesty International Magyarország tüntetni, és jó rész szintén az ORFK-nak betudható az, hogy így elhúzódott az első tárgyalások a kitűzése, ahogy a bíróság ezt kommentálta a múltkori tárgyaláson. A dolog az azért is ugye súlyos, mert egy kicsit hasonló szituáció volt ott márciusban a Sándor Palotánál, mint az őszi konfliktusok során, amikor ugye egy nagy méretű lezárt területre közölték azt, hogy ez műveleti terület és hatáskör hiányában nem is hajlandóak foglalkozni a rendezvények bejelentésével. Ugye akkor, amikor volt a Fidesznek a kordonbontása 2007. februárjában, a TASZ azzal ítélte el ezt az akcióját a parlament képviselőcsoportnak, hogy adottak Magyarországon azok a megfelelő jogi fórumok, ahol az egyébként törvénysértő rendőri eljárással, gyülekezési jogot sértő törvénytelen rendőri eljárással szemben fel lehet lépni. Mi akkor ezt a kritikát abban a reményben fogalmaztuk meg, hogy például ez az eljárás is adott arra, hogy megfelelő időben és terjedelemben a gyógyét jelentsen azoknak, akiknek a gyülekezési jogán sérelem esik. Ehhez képest azzal vagyunk kénytelenek szembesülni, hogy a BRFK, illetve az ORFK a ténykedésükre legközvetlenül vonatkozó közigazgatási eljárási normákkal sincsenek sajnálatos módon tisztában, ráadásul oly módon húzzák el ezeket a procedúrákat, hogy hát elképesztően hosszú idővel később esetleg talán majd valamikor kimondottak egy értelmi döntés egy ilyen ügyben. Ezt mondom, ezt én nagyon szomorúnak tartom, mert továbbra is az az álláspontunk, hogy ha az, hogy egy létesítménybiztosítási vagy személybiztosítási intézkedéssel lekerít a rendőrség egy területet, lásd parlament körül vagy egy védett személy látogatásánál, így van, ez önmagában senki nem is mondta kétségbe az Amnesty International sem, de ez nem jelenti azt, hogy az adott terület nem közterület, amiről a bejelentésekkel foglalkozni kell. Legfeljebb a rendőri intézkedés, a szükséges rendőri intézkedés, tehát a létesítménybiztosítási intézkedés és a gyülekezési jog gyakorlása között a megfelelő egyensúlyt, az arányokat meg kell találni. Viszont az a szomorú gyakorlat alakult ki az elmúlt években, hogy különböző trükkökkel a rendőrség, de önkormányzatok és különböző területhasználati megállapodásokkal így módon próbálják kicselezni azokat a nekik nem tetsző politikai véleményt képviselő honpolgárokat, akik adott esetben tüntetnek irány. Tehát ennek a gyakorlatnak is véget szeretnénk vetni, vagy véget szerettünk volna vetni ezzel az eljárással, tehát hogy ne legyen lehetősége annak arra semmelyik közhatalmi szervnek, hogy egy olcsó trükkel megsemmisítse azokat a garanciális szabályokat, amiket a gyülekezési törvény egyébként biztosít a magyar állampolgárnak. Éppen ezt akartam még mondani, hogy hát 2005. márciusban most már régen tér vissza, esetleg még majd a lengyel államfő valamikor Magyarországra, de a jövőben, hogyha valamikor mondjuk egy védett személy jelenlétében akarja kifejezni bármely csoport, bármely jogból a tiltakozását, akkor ezt ön szerint jogilag hogyan teheti meg úgy, hogy egyszer s mind a BRFK a védett személy biztonságát is garantálja, hiszen ilyenkor ez fontos feladata, ugyanakkor meg a tüntetés is létrejössel. Nyilván nem lehet nagyon konkrét minden esetre alkalmazható valami pontos szabályt adni. Ez mindig a konkrét helyzet, tehát mind a védett személy védettségi foka, mind a konkrét földrajzi szituáció tekintetében lehet nyilván egy méltányos megoldást találni.
Általánosságban azt tudom mondani, hogy ilyen esetekben a gyülekezési jognak egy nagyon fontos eleme, a céltartományába tartozik az, hogy a védett személy egyáltalán fizikailag tudomást szerezhessen az ellenvéleményről, hiszen nincs értelme akkor a gyülekezésnek, hogyha eleve olyan helyre terelik őket, ahol esély sincs arra, hogy szembesüljön az adott személy azzal a véleményen, amivel hát protestálni kívánnak a politikája ellen. Tehát egyrészt ezt a lehetőséget megsemmisíteni semmiképpen nem szabad, másrészt pedig hát nyilvánvaló, hogy tekintetbe kell venni azért biztonsági érdekeket, ezt mondom még egyszer, sem az, sem az Amnesty International nem vitatta soha. Azt mindenképpen túlzásnak tartjuk, hogy egy olyan államfő esetében, aki az OLFK közlése szerint nem a legmagasabb védettségi kategóriába tartozik, mondjuk az amerikai elnök vagy a római pápa, a Sándor palota előtti tér, tehát a Szent György térnek a teljes terjedelmét lezárták. Azt gondolom, hogy miután az alányosság egy elég szépen megfogalmazott törvényi követelmény, lehőségi törvényen belül, ez egy alkotmányos követelmény is amúgy, úgyhogy milyen módon kell eljárni a korlátozások esetében, semmiképpen nem felelt meg volna egyébként sem az alányosság követelményének az, tehát ha tudomásul is veszik a bejelentést, hogy a teljes területről számozni kívánták. Itt jegyezném meg azt is, hogy miközben a biztonság, tehát a védett személy biztonsága természetesen egy legitim érv, egy legitim korlát lehet adott esetben a gyülekezési szabadsággal szemben, azt sem szabad elfelejteni, hogy egy hatályos gyülekezési törvény alapján is a rendőrségnek joga van jelenlenni a tüntetésen, azon kívül meg is kell akadályozni azt, hogy például fegyveresen részt vegyenek egy tüntetésen, illetve hogyha bűncselekménybe csapált egy tüntetés, akkor kötelessége azt feloszlatni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert egy egyszerűen összeverődött tömeggel, kíváncsiskodó tömeggel szemben egy tüntető tömeg annyiban más, hogy ott vannak törvényi eszközök a rendőrség kezében arra, hogy megakadályozzon bizonyos egyébként adott esetben egy védett személy biztonságát is sértő cselekményeket. Ezért érvelnék én amellett, hogy nem feltétlenül, tehát egy védett személy ellen tüntetni kívánó csoportosulás nyilván megfelelő rendőri biztosítás mellett talán közelbe lehet, látótávolságon belülre lehet engedni, hiszen egyébként is egy tüntetésen, tehát hogyha nem védett személlyel szemben egy tüntetés, egyébként is vannak olyan biztonsági előírások, amiknek érvényt lehet és érvényt is kell szerezni.